Sziasztok! Felír vagyok, és ahogyan ígértem, hát itt a első Warhammeres ilyen lore, tehát történelem bővítésem, ami ugye az első fajjal vagy frakcióval fog foglalkozni a Warhammer Fantasy világán belül. Ugye ez a Empire lesz, Empire, az emberek birodalma. De mielőtt ebbe belekezdenék, szeretném összefoglalni nektek azt, hogy maga a Warhammer Fantasy mítosz, tehát ez az egész, amit létrehoztak az elmúlt 20-25 évben a Warhammer Fantasy-ról, ez a setting, ahogyan már Master Dvalin, az egyik ilyen kommentelőm is már jelezte a lore videóban, sajnos már nem létezik. Tehát a Warhammer Fantasy helyét átvette a Age of Sigmar, amit be most nem megyek bele, legyen annyi elég, hogy ez a Warhammer Fantasy világ, ez, hogy is mondjam, egy bizonyos esemény következtében elpusztult, és annak a világnak az utódja az Age of Sigmarnak a világa, de ettől függetlenül a Total War Warhammer az még a régi settinget fogja használni, tehát a rendes Warhammer Fantasy-t a régi lore-ral egészen a End Times-ig bezárólag, tehát a végidőkig, amikor is ugye megkezdődik az óriási háború a káosz ellen, és hát aminek a következménye nem lesz túl szép, de erről majd később. Szóval az embereknek a birodalmánál tartunk. Az az igazság, hogy a Warhammerben az embereknek a birodalma, az Empire, talán az egyik, hogy is mondjam, legösszetartóbb, legkönnyebben, hogy is mondjam, értelmezhető birodalom. Tehát azért, mert igazából ránk emberekre hasonlítanak. Tehát ők teljesen olyanok, mint az emberek. Tehát hogyha vannak ellentétek közöttük, vannak közöttük jók, rosszak, nemes lelkűek, zsarnokok, de általában jellemző az Empire-re, hogy a közös ellenfél esetén az emberek nagyon hamar, hogy is mondjam, összefognak, és nagyon hamar létrejön egy olyan erős kötés, ami csak az emberek között jöhet létre, és az ő alkalmazkodó képességük talán a legjobb példa arra, hogy ugyan az embereknek nincsenek különleges képességeik, nem kifejezetten jók a harcban, nem kifejezetten jók a mágiában, nem kifejezetten gyorsak, nem kifejezetten azok a hihetetlenül intelligensek, mint mondjuk az elfek, de viszont minden, hogy is mondjam, adottságból megvan nekik szinte minden rendelkeznek alapszinten, amiket itt felsoroltam. Tehát azt is mondjam, ők a hogy is mondjam, rugalmasabb faj a Warhammer világában, és ők a legalkalmazkodóbbak, és emiatt az Empire ugye az egyik legnagyobb és legsikeresebb, legerősebb birodalom ugye a Warhammerben. De mielőtt még ez az emberi birodalom kialakult, tudni illik, hogy jó pár évszázaddal azelőtt, hogy az Empire létrejött volna, a világ, ahogyan meséltem a Warhammer történelem alapok videómban is, hát marhára szomorú hely volt, ugyanis mindenhol a káosz démonok és káosz által korruptált emberek rohangáltak, és ez a régi világ, tehát az The Old World, ugye ez az Európa térkép, ami véletőleg játszódni fog a Total War Warhammer. Nos, az itteni területeket is ellepte a káosz. Káosz által, hogy is mondjam, káosz által megrontott, korruptált, vagy befolyásolt, esetleg káosz hívő emberek pusztítottak mindenhol, illetve beastmenek, ugye, akikről szintén meséltem, ugye a videóban, ugye a beastmenek, ők a káosznak a létrehozott, hát hogy is mondjam, humanoid bestiái, ugye, akik nem démonok, de teljesen káosz hívők és a káosz nevében cselekednek és járnak el, illetve, hát, hogy is mondjam, itt voltak az orkoknak a fenyegetései, ogre királyságok, trollok, tehát, hogy is mondjam, maga az Orworld egy nagyon véráztatta terület volt az évszázadokkal ezelőtt, mint ahol a játéknak a cselekménye fog játszódni. Szóval ebben a véráztatta, hogy is mondjam, múltban
az emberiség csupán barbarisztikus törzsekből állt, és azok is gyakran marakodtak egymással, és nem igazán tudtak egységé fejlődni, annak ellenére, hogy tisztában voltak ezekkel a fenyegetésekkel, amik körbeveszik őket, és tisztában voltak velük, hogy ők, mint faj, külön-külön el fognak bukni, mégis gyakran a meg nem értés egymás iránt, illetve a kicsinyes érdekek széthúzták őket, illetve nem nagyon mutattak kooperációra se való hajlandóságot más olyan fajokkal, akik szintén küzdöttek a káosz ellen, történetesen mondjuk itt a törpékkel, akikkel később ezen változtatni fognak. Nos, az embereknek ezek a barbár törzsei, szépen lassan rá kellett jönniük, hogy nem lesz ez így jó, mert így ki fognak halni, és akármilyen bátor harcosaik is vannak, akármennyire is képesek ellenállni a különböző fajok támadásainak, és meg kell mondanom, hogy viszonylag nagy tömegekben is mozogtak az emberek, tehát egy viszonylag szapora fajról beszélünk, akik képesek fenntartani a faj létszámukat. Azt kell mondanom, hogy az olyan fajokhoz képest, mint például az orkok, egyszerűen tehetetlenek voltak az emberek, mert olyan nagy létszámokban és olyan brutalitással törtek rájuk, hogy nehéz volt velük fölvenni a versenyt, és ráadásul ugye jöttek északról ugye a káosz fenyegetés, szóval így kezdték így felmorzsolni a külön harcoló egy-egy emberi törzseket, amíg meg nem érkezett ugye a legendás alak Sigmar, aki egy ember volt, de hát úgyis ugye úgy hivatkoznak rá majd később az Empire, a birodalom tagjai, hogy igazából ő az élő isten volt maga, aki ugye közöttük járt. Szóval Sigmar egy nagyon, hogy is mondjam, karizmatikus vezető volt anno a barbár törzsek között. Pontosabban egy karizmatikus vezető személyiség G emelkedett a barbár, emberi barbár törzsek között, és aki képes volt először egyesíteni az emberi törzseket, tehát szépen lassan összefogta ezeket a barbár emberi törzseket egy zászló alatt, pörgetve a Warhammer, tehát a harci pörőjét a kezében, és megküzdött ezekkel az egyesített emberi barbár törzsekkel, mindazokkal a fenyegetésekkel, amikkel eddig az emberiség nem volt képes külön-külön elbánni, viszont együtt, egyesítve Sigmar által, viszont már elég erősek voltak azáltal, hogy mindenki hozta a maga kis dolgát. Valakik ügyes vadászok voltak, valakik remek harcosok voltak, valakik az ekonómia terén voltak otthon, valakik mutattak, hogy is mondjam, képesek voltak valamilyen apró, primitív varázslatokra, és azt kell mondanom, hogy az emberiség az Old World-ben kivívta magának a saját kis helyét, megharcolt azért a helyért, ami ott van, kiűzte az orkokat, szövetséget kötött a törpékkel, a törpék királya, látta az emberekben lévő potenciált, látta, hogy nem azok a nyomorult, gonosz, hogy is mondjam, rabló banda, mint aminek ereinte hitték őket, hanem igenis bátor harcosok, legalábbis képesek bátor harcosokká is avanzsálódni a megfelelő körülmények között. Szóval a törpék úgy tekintettek az emberekre, mint, hogy is mondjam, egy csiszolatlan gyémántra, amit hogyha megfelelő ideig munkálnak, vagy munkál az idő, képesek lesznek hasznos szövetségeseivé válni, az akkor már fejlettebb, sokkal fejlettebb törpe királyságoknak. Így a törpék segítségével sikerült az ork fenyegetést száműzni, sikerült a káoszt visszaverni, és hát hozzá kell tenni, hogy a világ más pontjain is ugye ez alatt ment a küzdelem a káosz ellen, tehát ugye a nemes elfek, a high elfek is küzdöttek ellenük, akkor megküzdöttek velük a lizardmenek is a maguk módja, szóval ezekben az időkben, a múltban rengeteg faj küzdött külön-külön pontokon a káosszal, és nem tudván arról, hogy egymás segítik, igazából közösen ezért sikerült visszaszorítani lényegesen az akkori káoszhódítást, és ez az oka annak, hogy hát maga a Warhammer világ nem pusztult el azokban az időkben, mert akkor nagyon közel járt ahhoz, hogy a káosz elborítja az egész világot és elpusztítja ezt. De ez is egy hosszabb sztori lenne, és próbálom tömören tartani, hogy igazából csak az emberekre koncentráljunk. Szóval azután, hogy ezek a fenyegetések megszűntek, és az emberiség sikeresen, vagyis mondjam, megvédte önmagát a törpék, és Sigmar segítségével,
Szigmár alakja évszázadokkal később se merült feledésbe, és azalt az emberek megerősítették a pozíciójukat. Barbár emberi törzsekből feudális társadalommá fejlődtek, és megalapították ugye az Empire-t. Az Empire maga, tehát az emberi birodalom, ami a régi világ közepén terül el, egy, mint látjátok, egy elég nagy kiterjedés, de nem egységes. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy maga az emberi birodalom az egy egységes valami. Sokkal inkább azt mondanám, hogy ilyen vármegyékből áll, amik összefognak a baj esetén a császár hívására. Igen, tehát ezek a megyék különálló kis, is mondjam, provinciákként működnek, amiknek megvan az önálló gazdaságuk, az önálló fejedelmük, párójuk, lordjuk, ami vezeti őket, és akik igazából egyenlő hatalommal is rendelkeznek egymással szemben, csak amikor a császár maga harcba szólítja ezeket a provinciákat, akkor ugye összefognak és együtt közösen állítanak ki egy sereget. És hogyha bajban vannak, ugye egymást is segítik. Tehát végül is egy birodalom, de mégsem, mivel mindenkinek megvan a maga kis szuverenitása ebben a birodalomban, minden egyes ilyen kis provinciának. Ugye ezeknek a provinciáknak a vezetői, a lordok, bárók, ezek ugye választó fejedelmek, tehát elector councilnak szokták őket hívni. Ezek a választó fejedelmek azok, tehát a provinciáknak a vezetői, akiknek, amikor eljön a császárválasztás ideje, mert mondjuk az előző kiöregedett, vagy meghalt, vagy átadja a posztját, vagy pedig leváltásra kerül valamilyen indoknál fogva, akkor ugye ezek a választó fejedelmek választják ki egymás közül azt, aki végül megfelelőnek bizonyul ugye a vezetésre. Nos, ugye a jelenlegi vezető ugye nem más, mint Karl Franz, tehát a jelenlegi történelem szerint, amiben ugye a Total War Warhammer fog játszódni, ugye Karl Franz a vezetője az emberiségnek, aki ugye bár Reinskard, nehéz kimondani is, provinciának ugye a hát vezetője, és azt kell mondanom, hogy ez a provincia van ugye a leges-leges legjobb helyen a birodalmon belül, ugyanis ez egy marha nagy város, jól van védve, jól fel van fegyverezve, és tehát ostromkész az egész terület, ráadásul jó helyen is van, védve van a többi provincia által, illetve viszonylag szövetségesek veszik körül. Szóval, és ez azért fontos, mert amikor megválasztanak egy vezetőt a birodalmon belül, akkor az ő, hogy is mondjam, által uralt város lesz a fővárosa a birodalomnak arra az időre, és hát ugye ott koncentrálódik ugye minden, ott bonyolódnak a diplomáciai tárgyalások, ott bonyolódnak ugye a háborús előkészületek, és igazából minden, ami a The Empire-t érinti. Szóval, mint elmondtam, ugye mindegyik provinciának megvan a maga szuverenitása, ez gyakran problémákat szül, tehát egy-két provincia talán túlságosan is nagyra becsüli ugye a szuverén jogait. De alapjáraton elmondható, hogy azonnal jönnek, hogyha baj van. Tehát, hogyha a császár hadba hívja őket, akkor nincs kérdés, tudják ők is jól, hogy nem csak azért kell menniük, mert ez a kötelességük, hanem azért, mert hát rosszul járnának, hogyha hagynák a mondjuk a feljebb lévő provinciákat elbukni valamilyen fenyegetés által, ami ugye őket védte. Tehát nyilván ők lennének a következők a sorba. Tehát, hogy is mondjam, igazából ez egy ilyen, hogy is mondjam, kötelesség, egy olyan kötelesség, ami tudod jól, hogy rosszabbul járna, ha nem teljesítenéd. Egyébként magát a birodalmat körbeveszik szövetségesek, tehát föntebb van egy királyság, pontosabban, hát kisebb királyság, akik szintén emberek, ugye ő Kislev. Kislev a középkori Lengyelországra hasonlít, oroszországi benyomása, tehát maguk ahogyan kinéznek a harcosaik, ahogyan ilyen vingete, szárnyas huszárszerű karaktereket használnak a csatában. Ugye ők talán a legegyértelműbb szövetségesei a The Empire-nek, hiszen ők is emberek, és a birodalom feltétlen támogatását érvezik, mindezt azért, mert Kislev a határja annak, amíg a káosz erők el tudnak nyomulni. Tehát amikor a káosz harcosok megindulnak északról, hogy is mondjam, ilyen hát raideket tartsanak, ilyen rabló hadjáratokat, akkor mindig Kislev az, aki megszívja.
és mindig ők azok, akiket a legtöbbször sanyargat a káosz, és ők azok, akik a legtöbb, hogy is mondjam, háborút látják, és talán a legnagyobb nyomorban élnek. Tehát hozzájuk képest a birodalom virágzik folyamatosan, míg Kislev folyamatosan háborúban áll a káosszal, és ez napról napra csak egyre rosszabb lesz. A birodalom tisztában van ezzel, tehát tudja jól, hogy Kislev az ő élő pajzsuk, ezért feltétlenül támogatják őt fegyverekkel, hadsereggel és mindennel, amivel lehetséges, hogy a határvonal ne is mozduljon tovább az ő irányukba. Tehát inkább Kislevnél legyen az ütközőpont, inkább, hát csúnyán mondom, ők hulljanak, mint hogy a birodalom határában kelljen ezekkel a démoni harcosokkal harcolniuk. Szóval igen, szóval Kislev a legerősebb, hát legerősebb, hogy is mondjam, leginkább szövetségesnek mondható szövetségesük. Akkor tőlük a keletre találhatóak ugye a törpe királyságok a hegyekben. Ugye a törpék is mondhatni egy erős szövetségben állnak az emberekkel, és hogyha hívják őket, többségében jönnek is. Tehát a törpék azok betartják a szavukat, de hogy például jönnének-e akkor, hogyha azt mondanánk, hogy mondjuk egy olyan háborúba kell részt venni a törpéknek, aminél mondjuk a királyságon belül mondjuk egy lázadás támad, mondjuk egy forradalom, vagy mondjuk egy polgári forradalom, abban már nem biztos, hogy részt vennének, illetve ahogy Kislevnek sem mennének feltétlenül segíteni egy másik emberi királyságnak, aki, hát ővelük nincsen olyan jó kapcsolatuk, tehát ők nem szövetségeseik, ők az Empire-re és a Sigmar, annól, amikor a törpe királyok, a volt törpe királyok, ugye Sigmarnak tettek, hogy is mondjam, egy béke ajánlatot, és ő vele kötöttek szövetséget annól a múltba, és az ő leszármazottaik ugye az Empire, a birodalom tagjai, nem pedig Kislev tagjai. Szóval a törpék jönnek, de nem minden esetben, és hogy is mondjam, az sem mindegy, hogy ki beszél velük, tehát hogyha egy meggyőző választó fejedelem, vagy hadvezér, vagy egy olyan ember, akikben a törpék is megbíznak, rábeszéli őket, hogy igenis Kislevnek és a démonok ellen fönt segíteni kell, mert az a törpék érdekeit is szolgálja, akkor vélhetőleg ők is küldenek haderőt, ahogyan lehetséges, hogy a polgári forradalmat is segítenek leverni a birodalmon belül, hogyha úgy látják, hogy igen, ez egy olyan ember beszél, akiből hasznunk van, egy olyan ember beszél, akinek igenis lehet hinni a szavának, és a törpék is elismerik a szavát, és igenis ez a lázadás csak rosszat jelenthet a törpéknek. És ebből is látszik, hogy a Warhammer világában a jó fogalma, a közvetlen jó fogalma nem létezik. Nagyrészt, ami a Warhammerbe történik, az a rend kedvéért, az jó részt érdekek, egy birodalom, egy nép vagy egy uralkodó érdeke az, hogy ez megtörténjen, nem pedig azért, mert hát én aztán önzetlenül feláldozom magamat. Nem, ez a Warhammer világában ilyen, hogy önzetlenség maximum csak a legelvakultabb fanatikus hősöknél fellelhető, akik nagyon hősies és nagyon csúnya, gyors halált halnak a csatamezőkön. Tehát az önzetlen emberek nagyon hamar meghalnak a Warhammer világában. Szóval ezt kell mondanom, hogy ezeken a szövetségeken kívül még létezik egy baráti kapcsolat Bretóniával. Ugye Bretónia, ők ugye a tipikus lovagoknak a hazája, ugye Bretóniáról is ugye meséltem a videóban. Bretónia nem túl szorosan, de hát baráti kapcsolatban áll az emberek birodalmával, hiszen ők maguk is emberek. És hogyha baj van, hát vagy jönnek, vagy nem. Tehát ez teljesen már az ő, hogy is mondjam, nézőpontjuknak a kérdése, hogy akarnak-e jönni, vagy sem. Nyilván, hogyha egy káosz fenyegetés felbukkan, ami mind az Empire-t, mind Bretóniát érinti, akkor össze fognak fogni és egyesítik az erőiket. Tehát nagy ritkán előfordulhat az az abszurd látvány, hogy Bretónia, az Empire és a törpök egy oldalon harcolnak és megküzdenek a káosszal, de korán sem egyértelműek ezek a szövetségek, mint mondjuk más fantasy könyvekben, mint például mondjuk egy forgott terén, hogy az emberek azért segítenek a törpéknek, vagy a törpék segítenek az embereknek, vagy az elfek feltétlenül segítenek csak azért az embereknek, mert ők mondjuk az orkokkal küzdenek. Nem. A káosz az egyetlen olyan fenyegetés, ami képes a rend fajait összefogni egymással. Egyedül a káosz, semmi más, tehát se orkok, se bisztvenek, se szkévenek, semmi.
Csak a káosz az egyetlen olyan fenyegetés, amit minden úgymond rend frakció ellenségnek tekint, és ő ellenük hajlandóak egyedül összefogni. A többieknél, hát ez van, hogy elbuksz, elbuksz, annyira nem érdekel. Ilyen a mentalitása, és ez az Empire-re is igaz, tehát maga az emberek birodalma is ilyen, hogy hát szó szerint leszarják a többieket, hogyha ő nekik nem fűződik érdekük hozzájuk, és nem a káosszal kapcsolatos. Hát ez van. Szóval van még ugye még egy gyenge szövetségük, hát az már tényleg nem nevezhető szövetségnek, csak talán egy paktumnak arról, hogy igen, tudjuk, hogy léteztek, és nem feltétlenül lőjük ki a szemeteket, vagy darabolunk fel titeket, ugye. Ez a High Elfekkel való ilyen kereskedelmi szerződés. Ugye a High Elfek vagy Nemes Elfek nem tekintik túl sokra a többi fajt. Azt kell mondanom, hogy az arroganciájuk miatt a legtöbb fajra úgy tekintenek, mint primitív, barbár, hogy is mondjam, barlanglakóra, akik semmi másra nem képesek, csak háborúra, és hogy szaporodjanak. Szóval a High Elfek nem becsüljük túl sokra, se az embereket, a törpéket se, és hát még sokszor egymás között is arrogánsak, szóval hát igen, a High Elfek nem feltétlenül a barátai az embereknek. Ellenben a mostani vezetőjük, a High Elfeknek némileg kezd változtatni a nézőpontján, látva, hogy az Empire milyen eredményeket ért el ugye az Old World-ben, és milyen sikeresek, ugye mind technológiai vívmányok terén, mind pedig, hát hogy is mondjam, társadalmi fejlettség szintjén. Szóval egy kicsikét kezd átalakulni a kép az emberekről a High Elfek szemébe, de hát azt nem mondhatnám, hogy két kézzel ugrálva azonnal jelentkeznének, hogyha háborúba kéne indulniuk, és nem a káoszról lenne szó. Sőt, talán a káosz esetében se feltétlenül ők lennének azok, akik mennének az embereknek segíteni, hanem amikor már az ő kis szigetvilágukat valami fenyegetné, akkor szólnának az embereknek, hogy fú, hát meg kell védeni minket, és segítsetek, mert az a ti érdeketeket is szolgálja. Ja. Szóval ilyen szövetségesei vannak az embereknek. Térjünk egy kicsikét akkor vissza magára, erre a vármegye rendszerre és a választó fejedelmek által uralt városokra. Elmondható jó néhány városról ugye, hogy valamiben jeleskednek. Nem fogok részletekbe belemenni városnevekbe, meg ilyenekbe, mert úgy vagyok vele, hogy az, akit ezek érdekelnek, az úgyis utána fog nézni. Ez inkább megint csak inkább egy ilyen gyors talpaló az Empire-ről, az emberek birodalmáról, azért, hogy ezt jobban megértsétek. Szóval a birodalmon belül ezek a különböző városok különböző, hogy is mondjam, különlegességekkel rendelkeznek, tehát vannak kereskedelmi központok, ahol a kereskedelem virágzik, vannak olyanok, ahol a technológiai vívmányokat fejlesztik. Tehát azt kell mondanom, hogy az emberiség nagyon sokat fejlődött, tehát a régi barbarisztikus, hogy is mondjam, hát nem is őskori, de közel őskori fejlettségi szintjét maga mögött hagyva, áttértek ugye a középkori fejlettség, és most már inkább a reneszánsz fele hajlanak, tehát már megjelent a lőpor használata, a gépek használata, ugye, mint például amilyen a gőztankok használata a csatamezőn, és rengeteg olyan harcmodort, olyan rengeteg innovációt hoztak a harcmodorukba, amivel ugye sikeresen és variált seregeket hoztak létre, és amikkel igen hatékonyak bármilyen hadsereg ellen, ami ugye létezik a Warhammer világában. A fejlesztéseik egy része ugye a törpéktől származik, csak még a törpéknek a gondolkodása merev, és ritkán találnak ki új találmányokat. Precízek a törpék és a találmányaik, hihetetlenek, de nem gyakori az, hogy új találmányt találnak ki. Míg az emberi birodalom folyamatosan kísérletezik, és folyamatosan próbál mind a birodalmat segítő találmányokat kitalálni, mind pedig a harcászatra fejleszteni találmányokat. Ugye az ilyen innovatív találmányok, ugye, amiket kitaláltak, például a kartács tűz, ilyen vető, amit ugye láttatok ugye a Total War Warhammer gameplaybe is, vagy ugye ilyenek a továbbfejlesztett puskák, az ágyúik, ugye, és még jó néhány dolog, aknák, ugye, amiket az emberiség kifejlesztett. Persze maguk a gőztankok, meg a puskák ugye a törpéktől származnak, de azokat is már jószerével továbbfejlesztették, és még erősebbé, még variáltabbá tették. Szóval ilyen téren az Empire, hogyha elég időt adnak nekik, még talán a törpéket, sőt, mint a szkéveneket is felül tudná múlni technológiai fejlettségben, mert jól haladnak. Szóval a technológia terén nem kell szégyenkezni az Empire-nek, van nekik bőven,
És azt kell mondanom, hogy a többi téren is elég jól állnak. Tehát itt vannak például a lovagrendjeik, ugye a Reichsgard lovagrend, akkor itt van a Knights of the Blazing Sun-nak a lovagrendje, akkor a Knights of the Panther, tehát a Párduc lovagrendje, tehát többfajta lovagrend is található, és nem mindegyik, hogy is mondjam, követ egy olyan normát, ami egységes. Tehát minden lovagrend a maga módján különleges, és mindegyik a maga módján erős, és hoz valamilyen olyan dolgot az Empire-nek, amiért hasznosak. Például a Knights of the Blazing Suns, ők egy vallási fanatisták, hogyha azt nézzük, és olyan istent szolgálnak, ami vagy követnek, ami igazából a birodalmon belül nem átlag, tehát nem egy emberi istent követnek, mégis az emberi birodalom elfogadja ezeket az embereket, és hasznosnak tartja őket, mert a Knights of the Blazing Sun egy olyan lovagrend, ami elsöprő erővel és hihetetlen megállítható rohamokkal bizonyította már azt a csatatéren, hogy igenis ők hasznosak, és igenis hát megtűrjük a hát Eretneknek mondható vallásotokat azért, mert hasznosak vagytok. Őszintén szólva, az eretnekség kérdése is a birodalmon belül egyedül csak a káoszra vonatkozik. Tehát, hogyha már itt tartunk, el kell mondanom, hogy a hitvallások, ugye főleg Sigmar körül csúcsosodnak ki. Tehát ugye Sigmar emberből istenné vált, legalábbis a legendák szerint, és már nem. Tehát Sigmar nem halt meg állítólag, csak felemelkedett egy magasabb szintre, és isten lett belőle. Ezért egész kultuszok, egy egész hitvallás alakult ki köréje, és azokat az isteneket, akiket az emberek régen imádtak Sigmar előtt, azok is léteznek és imádkoznak hozzájuk, de többnyire már a Sigmar hit, hogyha lehet ennek mondani, ami elterjedt a birodalmon belül, és hát Sigmarhoz fohászkodik a legtöbb rend, tehát ugye itt vannak a harcos papok, akkor itt vannak a Witch Huntereknek a rendje, és rengeteg akkor a Sisters of Sigmar, tehát rengeteg olyan rend van, ami hát terjeszti az igéjét Sigmarnak, hogy ő a megmentő, ő az, aki a múltban egyesítette az emberiséget, és ő az, aki most is vigyáz rájuk, és vezeti őket onnan föntről, és az óvó karja folyamatosan jelen van, és védi az emberiséget. Szóval a Sigmarnak a hite az, ami elterjedt az emberiségen belül. De hogyha más vallású vagy, és olyan isteneket imádsz, akik ugye elfogadhatóak, tehát nem káosz istenek, mint mondjuk Krón, vagy Zincs, vagy Nörgül, vagy éppenséggel a legrosszabb Slaanesh, hanem tényleg egy olyan istent, aki ugye a rend frakcióihoz képzik, tehát az emberek imádhatnak akár elf isteneket is, vagy imádhatnak akár törpe isteneket is, hogyha arról van szó, de maga a Sigmarnak a hite az elterjedt, és a többi hit sincs kiszorítva, de Sigmaré az, ami meghatározó. Szóval, hogyha meg pedig itt tartunk a hitnél, akkor itt tartunk ugye a mágiánál is. A mágia az emberiség által használva még eléggé nyers. Tehát az emberek nem igazán kiváló mágusok, de képesek mágiát használni. Azt kell mondanom, hogy a mágiát főleg azért kezdték el használni, mert miközben küzdöttek a káosszal, tehát az Empire küzdött a káosszal, megtapasztalta azt, hogy a káosz oldalán rengeteg varázsló van, és rengeteg mágiát vetnek be, amik hát igen csúnya végeredménnyel zárulnak a harcmezőn, az ő harcosaikat tekintve, és igazából nekik nincs fegyverük ez ellen, tehát nincsenek védelmi mágiáik, nincsenek gyógyító mágiáik, nem is ismerik a mágiát. Ezért ugye a birodalom rengeteg időt és pénzt fektetett abba, hogy akadémiákat hozol létre, ahol tanulmányozzák a mágiát magát, és ahol olyan embereket próbálnak képezni, akik fogékonyságot mutattak a mágiára, hogy megértsék a mágiájukat, és alkalmazni is tudják. Ugye, ott különböző rendek alakultak ki, vannak olyan ilyen asztrológus rendszerűség, ugye, aki a csillagászattal foglalkozik, és a mágiáját ugye térképek készítésére, vagy jóslásra használja, amik vagy működnek, vagy nem, de néha működnek. Akkor vannak olyan rendek, ugye, akik a gyógyításban jeleskednek, ugye főleg ugye ezek a szigmarista rendek, ugye ilyen nővérek és ilyenek, tehát a gyógyító mágiájukkal segítik ugye a birodalmat, illetve vannak ugye ezek a tűzvarázslók, akik hát igencsak pusztító mágiával rendelkeznek, amit nagyon nehezen tudnak csak kontrollálni, tehát nem is igazán engedik őket a birodalomnak a közvetlen közelébe, ugyanis eléggé nagy, hát hogy is mondjam, piromániások,
és gyakran nem hogy segítik a birodalmat, még ők okozzák a gondot azzal, hogy szeretnek gyújtogatni. Tehát ennél jobban nem tudom megfogalmazni. Szóval ezek a tűzvarázslók azok, akiket a birodalom főleg, sőt, szinte 100%-ban csak a csatamezőn alkalmaz, és azt kell mondanom, hogy ezek a varázslók azok, akiket semmi másra nem lehet nagyon alkalmazni. Tehát ők azok, akiket csak a csatában fognak bevetni, és a jó részüket a csatában is alkalmazzák. Tehát míg mondjuk a gyógyító mágiával rendelkezők, vagy tehát a gyógyító mágiát alkalmazó emberek, illetve az asztrológusok és hasonlóak képesek a birodalom több területén segíteni a birodalomnak a fejlődését, hogy is mondjam, kórok megszüntetése, jobb térképek készítése, hogy is mondjam, az ekonómiában jobban hozzá tudnak járulni a birodalom fejlődéséhez, addig ezeket a tűzmágusokat egyedül csak a harcban lehet alkalmazni, és semmi másra nem jó, és ezzel maga a rend tagjai is tisztában vannak, és hát mennek harcolni, hogy a mágiájukat tudják kamatoztatni. A mágiája az emberiségnek nagyon nyers és primitív egy olyan fajéhoz képest, mint mondjuk amilyenek az elfek, vagy mint amilyenek például mondjuk a wood elfek, vagy amilyen például a dark elf varázslók, vagy akár még a káosz varázslókhoz képest is eléggé primitív és kezdetleges a mágiájuk, viszont nyers erőt képvisel például a tűzvarázslók mágiája, amit nem szabad alábecsülni a harcban. Tehát az elfek gyakran megjegyezik, hogy az emberi varázslók nem rendelkeznek semmilyen fajta különleges potenciállal, de néha már magára a káosz varázslókra emlékeztetnek azzal a nyers erővel, amit képesek ugye a harctérre szabadítani, azáltal, hogy egyszerűen nem tudják megzabolázni a mágia erejét. Tehát úgy kell elképzelni, mintha lenne egy nagyon vékony cső, amin hihetetlen nagy nyomású vizet próbálunk át ereszteni, és egy idő után szétreped, szétrobban, és még abban is kárt okoz, amiben alapjáraton nem kellett volna. Szóval a tűzvarázslókat, amikor bevetik, jól megfontolják, hogy hol helyezik el őket a harctéren, nehogy véletlenül a saját seregeinket süssék ropogósra, hanem az ellenséget. Szóval, ja, és mint most már hallhatjátok, a harctéren az Empire igen variáltan jelen van. Tehát vannak ugye a rendes gyalogos katonáik, akiket ugye a provinciák állítanak elő a közemberekből, és akik provinciák által eltérően képzettek, tehát még ugye Carfrance hazájában, Reichskargban ugye jól képzett, jól felszerelt harcosok vannak, akiket sokáig képeztek, és hogy is mondjam, az elitjei, a krémjei ugye az emberi seregeknek, tehát még az átlag talpasaik is nagyon képzettek, és igazából ővelük fogunk harcolni ugye a Total War Warhammerbe, véletőleg az Carfrance-nak a provinciája fogja szolgáltatni az alapját ezeknek a seregeknek. Addig sok provincia nem tudja így főszerelni ugye a seregeit, és nem nagyon tud biztosítani nekik ilyenfajta páncélzatot, vagy fegyverzetet, vagy képzést akár, hogy olyan szintre emeljék, mint Carfrance-nak a seregei, de hasonló. Tehát azt kell mondanom, hogy az embereknek az alapseregei, ezek a linemenek, ezek az alabárdosok, lángyasok, ezek mindenhol hasonlóak, csak a felszerelésük változik. Illetve ugye hát itt vannak ugye a puskások, akik remek lövészek, hála annak, hogy a törpék képzik ki őket. Nem olyan jók, mint a törpelövészek, de megteszik a dolgukat a harcmezőn. És viszonylag az emberi lövészek elhíresültek arról, hogy igen jól céloznak a csatamezőn, és igen veszélyesek tudnak lenni nagy tömegekben. Akkor ugye még itt vannak ugye az ágyuk, akkor a különböző harci gépek, ugye, amiket használ az Empire a harcban, akkor a lovagrendek jelenléte, akkor a mágia, mágusok ugye jelenléte. Szóval, mint látjátok, az Empire korán sem elveszett, és nem véletlenül áll a táplálékláncnak a úgymond csúcsán a régi világban. Szóval igazából így az Empire igazából a dióhéjban ennyi is lenne egy gyors talpalónak, tehát hogy milyen is az emberiségnek a birodalma, hogyan jött létre, kik a szövetségesei, hogyan kell elképzelni magát a felépítését a birodalomnak, illetve hogy hát mik azok a hogyan is épül fel a seregük, hogyan is védik meg magukat a fenyegetésektől. Szóval ez lett volna a Te Empire, tehát az emberi birodalom bemutatóm. Remélem szolgált ez nektek némi infóval. Warhammer rajongók vélhetőleg ezt nevetségesen kevésnek találják, de ennek a videónak nem is az a célja, hogy is mondjam, ultimate részletekben bemutassa az Empire-t, és nem is az a célja, hogy nevekkel, városokkal, eszközökkel, találmányokkal, évszámokkal és egyebekkel dobálózva próbáljam megértetni veletek az emberiség birodalmát, hanem próbáltam egy olyan
vagy próbálok olyan videókat létrehozni, ahol egyszerűen és viszonylag könnyen meg lehet érteni, hogy végül is mire is kell számítanotok a Total War Warhammerbe, pontosabban inkább, hogy legyen valamiféle kapcsolódásotok ahhoz az adott fajhoz, amivel játszani fogtok a játékban. Szóval én Ferrir voltam, köszönöm a figyelmeteket, remélem tetszett, és a következő videóig is, amikor is a vámpírbárokról vagy Vampire Counts-ról fogok nektek beszélni, addig is jó játékot nektek!